today I'm gonna like to today I'm gonna like to wish a very happy 180th birthday to the legendary Friedrich Nietzsche. Yes, this is a little gift of Benny for him. Let's go. Today, I would like to wish a very happy 180th birthday to the mythical, to the legendary philosopher or thinker Friedrich Wilhelm Nietzsche. And this is a little gift by me in honor of him. And I remember also one of the his greatest sentences or sufferings about music. Without music, life would be a mistake. Senza la vita, senza la musica, la vita sarebbe un errore. Perhaps other informations. No, for other information, see the video in my comment or the comment section under the video. Let's go. Thank you.
1889. január 3-án Torinóban Friedrich Nietzsche kilép a Via Carlo Alberto 6-os számú házának kapuján. Talán, hogy sétáljon egyet, talán a postára, a leveleiért. Nem messze, vagy akkor már nagyon is messze tőle, egy konflis kocsis csökönyös lovával bajlódik. Hiába noszogatja. A ló nem mozdul, mire a kocsis, Giuseppe, Carlo, Ettore elveszíti a türelmét, és ostorával verni kezdi az állatot. Nietzsche a csődülethez ér, s a dütöl már tajtékzó kocsis kegyetlen színjátéka ezzel be is fejeződik. Az óriás termetű, dúsbajuszú úr ugyanis váratlanul a kocsihoz ugrik, és zokogva a ló nyakába borul. Házigazdája viszi haza.
két napig mozdulatlanul és némán fekszik egy heverőn. Míg kimondja a kötelező utolsó szavakat. Mutter, ich bin dumm. Aztán szelíd háborodottként anyas nővérei felügyelete alatt még 10 évig él. Hogy a lóval mi lett, nem tudjuk.